Több mint 3 évtizede, hogy a rendőri hivatást választotta Megyeri Zsolt rendőr alezredes, aki 2022. szeptember 16-a óta Bonyhádon látja el a kapitányi feladatokat. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának korábbi vezetője ez idő alatt gyakorlatilag az összes beosztást betöltötte, ami a járőrtől a kapitányság vezetői tisztségig előfordulhat. Kezdtem járőrvezető, voltam motoros járőrvezető, aztán megbízott alosztályvezető, kiemelt főadó, aztán utána kinevezett alosztályvezető voltam, majd 2013-ban a közlekedésrendészeti osztály vezetője lettem a Tolna megyei rendőrfőkapitányságon, és ugye akkor az idén 2022. szeptember 16-án megbízott rendőrfőkapitánynak kért fel főkapitány úr, amit ugye elfogadtam, és akkor ezt a szolgálati beosztást teljesítem azóta. Szerencsésnek vallja magát, hiszen a rendőri pályafutás alatt minden nagyobb eseményen részt vett, ami Magyarországon történt. 90-ben volt ugye a taxisblokád, ahol már részt vettem, ami ilyen kiemeltebb esemény volt ugye abban az időszakban. A 90-es években az öbölháború idején ugye Paksi Artemery műőrzése, pápa látogatása, mind a ketten részt vehettem. Budapesten is, illetve Pécs mellett a Pogányi repülőtéren, a Tisza helyett, viszont nagyon sok olyan tapasztalatot is gyűjthettem, amit hasznosíthattam a beosztásaimban, illetve az utolsó nagy kihívás az Tolna megye életében is egy jelentős volt, a Visegrádi négyek találkozója, ahol gyakorlatilag a szervezéssel, illetve ennek a rendezvénynek a parancsnokának jelöltek ki annak idején, és az a rendezvény is például olyan jól sikerült, hogy mind az állampolgárok részéről, mind az önkormányzatok részéről, mind a rendőri vezetők részéről csak pozitív visszajelzést kaptunk, és gyakorlatilag ezt azért emeltem ki, mert hogyha minden város életében, illetve minden járás életében vannak nagyobb rendezvények, és úgy gondolom, hogy ez mind-mind előnyére válhat számomra, hogyha ha ilyen események lesznek itt a bonyhádi járás tekintetében, vagy Bonyhádon. Annak idején, amikor a rendőri hivatás mellett tette le a voksát, még egészen más irányba képzelt el a szakmai pályafutását. Én egy tartalékos tisztiskolába jártam, ugye az is már az érettség után kvázi egy rendőrképzőnek számított, de ugye ez megszűnt 90-ben, és gyakorlatilag 15 napon volt eldönteni azt, hogy hova szeretnénk menni dolgozni a katonaság után. És ugye nekem nagyon tetszettek korábban is az én gyermekkoromban ezek derékfilmek, hogy nyomozó szerettem volna lenni. Úgy is mentem én a szexuális rendőrkapitányságra, ugye ott kezdtem a pályafutásomat. Aztán nem úgy alakult a dolog, mert végül is mondták, hogy menjek fel a második emeletre a közlekedési alosztályra, és akkor gyakorlatilag így a rendészeti vonalon volt az egész pályafutásom, tehát az elmúlt 32 évben, és úgy a bűnügyi része a tekintetben maradt ki, hogy a konkrét bűncselekmények ugye azok azért nagyjából kimaradtak az életemből, a közlekedési rendészetnél nyilván voltak olyan nagyobb hordaér bűncselekmények, mondhatom ezt így, ami a közlekedési rendészet szempontjából kiemelkedő, amikor például a 2013-ban 6 halálos eredménnyel végződő balesetben csöppentem mindjárt bele egyébként a kezdő osztályvezetőként, úgyhogy ott is találkoztam nyilván a bűnüggyel, de azért az mégis egy kicsit más szegmens a rendőrség életében. A jövőt illetően Megyeri Zsolt elmondta, hogy mivel a városban kiegyensúlyozott a közrend, a közbiztonság és a bűnügyi helyzet is, így a fő feladatai közé tartozik, hogy ezt az állapotot fenntartsa, az ehhez szükséges rendőri állománnyal pedig rendelkezik a kapitányság. A létszámunk az feltöltött, nincs gyakorlatilag hiány, most egy-kettőt leszámítok, de ez ugye a napi szolgálat nem befolyásolja, vagy a bűnügyi ügyfeldolgozás, tehát én egy szerencsés helyzetben vagyok a korábbi beosztásomhoz képest, ahol ugye nagyobb hiánnyal rendelkezett az osztály, és én ahogy itt látom, egyébként a kollégáim azok jókedvel jönnek dolgozni, mindenki a munkáját én úgy látom alázatosan hajtja végre, ami nagyon fontos, becsülettel, tisztességgel. A rendőrkapitányi munka nagy felelősséggel jár, az ezzel járó terheket pedig valahol le kell tenni egy időre. Gyakorlatilag ami marad, ugye azt a családdal töltjük, illetve a teljes kikapcsolódás érdekében el szoktam menni horgászni, ugye a gyermekemmel,
illetve most már csatlakozott a feleségem is, mert rájött arra, hogy egy csönnyugalom béke van, és az is úgy megtetszett neki. Hát a sport az nekem annyiban, hogy a gyermekem ugye sporttól hivatásszerűen jégkorongozik, és nagyon sok energiánkat, időnket lekötöttem, mert ő Székesfehérváron sportolt, ugye az ottani eljutását kellett biztosítani. Nagyon sok ugye meccsön megnéztünk, tehát az is egy ilyen hobbi szint lett gyakorlatilag ez a mérkőzés nézés. Ugye nem csak az övét, hanem gyakorlatilag a hozzátartozó felnőtt csapatnak a meccseit is szoktuk nézni kikapcsolódásként.